Én második gyerek vagyok, a nővérem Viktória, ő egy nagyon nehéz szülés volt édesanyámnak. 33 éves volt anyukám, amikor a nővérem született, de ő olyannyira nehéz szülés volt, hogy a végén császárral kellett aztán őt kivenni császármestéssel. És anyukám nagyon félt a velem való terhesség alatt, hogy milyen lesz a szülés. És én másfél óra alatt megszülettem. Nagyon érdekes mondom, nagyon gyorsan és nagyon erőszakosan jöttem a világra. Még azt is tudom, hogy Cinkán doktornak hívták a anyukám nőgyógyászát, pedig ez már 48 éve volt. És azt mondta a doktor, hogy ebből az emberből nagy gazember lesz, vagy nagy ember. Ezt el kell dönteni, hogy melyik lett belőle.